Ez itt a Harry Potter vlog. Csodás esős napra ébredtünk. És most megyünk megnézni a Harry Potter egyik forgatási helyszínét. A Christchurch-ot. Most itt vagyunk a Harry Potter egyik forgatási helyszínén, a Christchurch-ben. Kaptunk egy ilyen... Telefonszerűen. Igen. Megfülhallgatott, és akkor fejhallgatott is. Hallgathatjuk, hogy mi a története, per történelme, per minden ehhez kapcsolódott a helyszínhez. Ez volt a Harry Potterben az ebédlő. Igaz? Igen. És itt forgattak. És mint kiderült ebből a hallgatós videóból, hogy az Alice Csodaországban annak is van köze. Ez az egész. Ez egy egyetem vagy iskola? Az iskola. Ez az iskolához. Ja. Ez a legrégebbi graffiti. Ez a legrégebbi graffiti, ami ebben az épületben megtalálható. Meg elvileg az egész világon. Ez egy volt diáknak a neve. Igen. Ezek a festmények, amik fölöttünk láthatóak, ezek a korai 14. századból készültek. Szóval összegezve nem volt annyira megérő szerintem, 34 font volt kettőnknek a jegy, és én azért többet vártam. Nem láttunk túl sok mindent, ami természetesen a katedrál az nagyon érdekes volt, meg az összes hát ilyen forgatási helyszín, meg érdekes infók voltak, de többet is lehetett volna látni ebből. És az én kívánságomra végre sushi teszünk, legalábbis én sushi teszek, az Andor pedig csirkét, rizst és teriyaki szósz.
Okés, vélemény szeretnék hallani, mert megkóstolta a sushimat. Hát én rosszabbra számítottam, vagyis azt hittem, hogy jobban fog érződni benne a hal, de nem tudom, hogy tűnt fel benne. Amúgy nem rossz, de nem lesz a kedvenc kajám. Mivel, hogy aki nem tudja, a sushiban nyers hal van, és az nem tetszik neki. Ja. Most voltunk kajálni. Egy 20 perc múlva elvileg eláll az eső, addig elmegyünk plázázni. Most végeztünk a vásárlással, el is állt az eső. Igen, én vettem magamnak egy pólót, te mit vettél? Én pedig a húgomnak ajándékot, szuvenírt. Pontosan. Mi már láttuk, de útba esik, szóval megmutatjuk nektek a Radcliffe kamerát és a Badlin könyvtárat. Radcliffe kameráról annyit kell tudni, hogy ez egy könyvtárnak épült, de olyan drága volt az építése, hogy a könyvekre már nem maradt pénz. Ez, ahol most vagyunk, ez egy mai napig működő könyvtár, viszont valamelyik részeken ilyen túrák vannak, vagy ilyen körbevezetés. Most fogunk hazaérni, mára csak ennyi programot terveztünk, köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!